Ez a rendezvény 5 évvel ezelőtt indult útjára, hiszen akkor volt a magyarországi zöld óvoda hálózatának a 15 éves évfordulója, és akkor hirdették meg az öltöz zöldbe flashmobot. Ez annyira megtetszett az óvodásainknak, a kolléganőimnek, hogy minden évben megrendezésre kerül, itt a Múzeum Parkban, egy csodálatos környezetben. Valóban próbáltam mindenféle zöld szín magamra ölteni ezen alkalommal, hiszen a meteorológiai tavasz napja van ma, és ennek jegyében szoktuk ezt az öltöz zöldbe meghirdetni. Így köszöntjük a tavaszt. A flashmobon minden tagóvoda képviseltette magát, valamint a Györfi István Katolikus Általános Iskolások és a Szent Erzsébet óvodások is elfogadták a meghívást. A rendezvényen részt vett Szepesi Tibor polgármester és Balajtiné Sütő Margit intézményvezető helyettes is. Intézményünk valamennyi tagovodájából várom ide a gyerekeket, zöldbe öltözötten, és a kolléganőket, valamint a Szent Erzsébet katolikus óvodások is elfogadták a meghívásunkat. Így aztán rövid mondókákkal, dalokkal, amit mindenki ismer, azokkal szoktuk köszönteni a tavaszt, illetve visszhang versmondással, és akkor én vagyok az előmondó, és akkor így mindenki egyszerre el tudja mondani azt a rövid köszöntő mondókát, verset, amit erre az alkalomra összeállítottunk. A flashmob nem hosszú ideig tart, így a héten még lesznek tavaszváros programok az óvodában.